Panon Halmán a játékvárovoda udvarán átalakítások folynak. Jelenleg egy közlekedési parkot is építenek. A munkálatokban a szülők is segítettek korábban, most pedig egyéb segítséget is kapott az intézmény. Eddig a szülők segítettek, és hát most adódott egy ilyen lehetőség, hogy, hogy kaptunk segítséget még egyéb civil szervezetektől, és most a büntetés végrehajtástól is kaptunk egy ilyen segítséget, hogy eljöttek és munkájukkal hozzájárulnak, hogy minél előbb kész legyen a gyerekek számára átadható legyen ez a park. A büntetés végrehajtási intézet lakói az udvaron a park mellett rollerpályán, pihenősarkokon és egy kis vonaton is dolgoznak. Hát nyilvánvaló, hogy minden embernek a környezet számít. Hát most a gyerekek annyira nem is tudják észrevenni, de a szülők látják azért, hogy próbál az óda tenni azért, hogy jobb legyen, illetve mi is. De biztos, hogy tetszik majd nekik. A Pannonhalmára járó 140 óvodás és a 14 bölcsödés már most is izgatottan várja, hogy birtokba vehesse a felújított játékot és az új pályákat.